Újabb évadnyitó, Idestova már a hanyadik és 37. Ezúttal közlöm önökkel, hogy én vagyok a minden idők legrégebbi magyar színigazgatója, mert az összes nagy híres színigazgatókat már meghaladó ideig vagyok színigazgató. Ugye utána Bálint András következik, aki 31 évig volt a Radnóti igazgatója, de hát még az se közelíti meg a 37-et. És ugye a híres nagy színigazgatók, Major Tamás, Ádám Otto és a többiek 17 és 20 év közöttiek voltak. Még Babarczi és Zsámbéki Gábor is elég sokáig voltak, 29 évig. Úgyhogy engem csak Krecsányi Ignác, a híres utazó színidirektor előzött meg, ő ugyanis 41 évig volt utazó színidirektor, de egy helyben ennyi ideig még soha senki. Úgyhogy ezt ünnepeltük most, meg azt, hogy újabb évad indul, a 18-19-es színházi évad, aminek a műfaja és a vesző paripája a nők. Úgy nevezzük, hogy a nők évada, a férfiak már eleget beszéltek, én magam is, úgyhogy most jöjjenek a nők, szóljon róluk az évad, hiszen ahogy mondják, van egy ilyen legenda, hogy elsősorban a középkorú értelmiségi nők járnak színházba, és ők húzzák el a férjeiket is. Hát gondolom, hogy itt az alkalom, hogy most fölkapják a szoknyájukat, és elhúzzák férjeiket a nők évadához, hiszen mikor nőkről van szó, mindig férfiakról is szó van. Az Index című újságban megjelent egy vicc is erről, hogy mit jelent az, hogy férfi szerzők, férfi rendezők nőkről beszélgetnek. Hát női évad. Ugye ez lesz most a Karintiba, csupa olyan izgalmas női sorsot mutatunk be, amely hát kicsit átfogja századunkat, meg a korunkat. Ugye Margarida asszony, Bömböri, a Baba, a Káosz és Alice csodaországban. Nem mindegyiknek nő a neve, de a Káoszban mondjuk három nő szerepel, ez egy finn darab, ami gyakorlatilag körbejárja a női élet minden rejtelmét. A Baba az ugye mutatja, az is egy női szerep, persze egy férfival mutatkozik, és hát Margarida asszony pedig Balázs Andrea előadásában, hát az meg egy hatalmas monodráma, annak Sota Irénnek volt híres szerepe, és úgy gondolom, hogy Andi drámai színésztőként is megérett erre, a Torturában ezt már bizonyította. Én magam meg Oscar Wilde-ot jelentem, rendezek. Ugye Bernard Shaw azt mondta, hogy mi nagyon hasonlítunk Oscar Wilde-ra, engem elsősorban a nők érdekelnek, őt inkább a férfiak. Na de ez a férfiakról szóló darabja nagyon is női darab, hiszen a háttérből ösztönösen és genetikailag mégiscsak a nők irányítják ezeket a férfiakat, akik egyáltalán nem akarnak megházasodni, ezért a darab végére természetesen mind meg is házasodik. Ez lesz az évad, szeretettel várom önöket. Az első bemutató szeptember 14 Margarida asszony, szeptember 28 pedig Bömböri.